Zsúfolásig megtelt a Népszínház Jedrán színpadának előtere a Desiree Central Station Fesztivál első napján. Hatalmas érdeklődés kíséri a rendezvényt, a jegyek már 10 napja elkeltek. Ez az egyik legjobb fesztivál itt a régióban. Szeretem az újdonságot. Amit ez a több nemzetiségű régió ki tud hozni magából, azt itt mind láthatjuk. A Nemzetközi Regionális Kortárs Színházi Fesztivált Urbán András igazgató és a Kosztolányi Dezső Színház művészeinek performansza nyitotta meg. A környező országok alternatív színházi produkcióit bemutató szemlén 16 előadást láthat a közönség a Népszínház Jedrán színpadán és a házigazda Kosztolányi Dezső Színházban. A rendezvény idei mottója kommentár nélkül mond hangosan. Egyértelműen én azt szeretném üzenni a fesztivál alcímével, ha már ezt magyarázza az ember, hogy igenis az emberek bátran mondják ki a véleményüket. A rendezvény nyitó előadása a Szlovén Ifjúsági Színház, a Horvát Nemzeti Színház, a belgrádi Bitef és a Szkopjai Mód közös produkciója a Risztics Komplexus volt. Nem szükséges ismernünk Risztics munkásságát ahhoz, hogy megértsük az előadást. Szerintünk a produkció úgy működik, mint egy organizmus, amely valamilyen betegség következtében leromlik, majd újjáéled, de egy új formát és ideológiát hoz létre. A fesztivál ideje alatt számtalan kísérő program várja az érdeklődőket. Lesz Desiree Akadémia is, ahol a fellépő művészekkel találkozhat a közönség. A 7. Desiree Fesztivál december 6-án a Kosztolányi Dezső Színház legújabb előadásával, az Exodusszal zárul.